A Magyar Szocialista Párt országgyűlési frakciója ma egy országgyűlési határozatot kezdeményez a tisztelt házban. Tesszük ezt azért, mert tudomásul veszük, sőt támogatjuk azt, hogy az országgyűlés a tisztességtelen banki magatartással kapcsolatban törvényt fogadjon el. Ezt a benyújtott indítvány kezeli, a tisztességtelenül alkalmazott árfolyamrést és egyoldalú szerződés módosítást most már törvényi szinten tekintjük tisztességtelennek, ha ez az országgyűlésen keresztül megy, és ez a probléma a devizahitelesek problémájának egy részét rendezi. Ugyanakkor a tisztességtelen banki magatartás mellett kezelni kell a tisztességtelen kormányzati magatartást is. A mi országgyűlési határozati javaslatunk ezt a célt szolgálja. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy tisztességtelennek tartjuk a devizahitelesekkel kapcsolatban azt, hogy az euró árfolyama ilyen mértékben gyengült. 2010. áprilisában 1 euróért 265 forintot kellett fizetni, a hivatalos Magyar Nemzeti Banki adatok szerint ez 2014. áprilisában több mint 307 forintba kerül. 2010. áprilisában a kormányváltást közvetlenül megelőzően egy svájci frankért 185 forintot kellett fizetni, ez 2014. áprilisában, 4 éves Fidesz kormányzás után több mint 252 forintba fáj mindenkinek, akinek svájci frank hitele van, vagy svájci frankot akar vásárolni. Emellett a kormányzat igazságtalanul átalakította a hazai adórendszert. Ennek következtében az adófizetők 4/5-e rosszul járt, és csak a felső 10 000 járt jól. Így az alacsony jövedelmű embereket kettős teher sújtotta a kormányzati adóprés és a kormányzati gazdaságpolitika következtében folyamatosan gyengülő forint. Ezért az MSZP azt javasolja, hogy a presztízs beruházások helyett a kormány mintegy 300 milliárd forint értékben hozza létre egy ingatlan alapot, és ebből az ingatlan alapból oldja meg a legnehezebb helyzetben lévő devizahitelesek problémáit. Úgy gondoljuk, hogy ebből az ingatlan alapból például meg lehet azt oldani, hogy a nehéz helyzetbe került devizahitelesből egy leasing szerződés értelmében bérlő válik, és nem kell elhagynia otthonát. Azt reméljük, hogy egy ilyen komplex kormányzati intézkedés csomaggal a devizahiteles probléma minden elemét lehet orvosolni, nem pedig csak azt a kisebb részét, amit a kormány által támogatott és általunk is megszavazandó törvényjavaslat most megold. Ez volt az egyik téma. A másik a reklámadó törvény tervezete. Néhány nappal ezelőtt, amikor Varga Mihály bejelentette, hogy mivel nem tetszik a kormánynak az RTL Klub híradója, ezért a NAV-ot punkosbotként használva ráküldi az RTL Klubra, már akkor úgy fogalmaztunk, hogy Magyarországon a jogállam megszűnt. Valóban, egyre több jel mutatja, hogy Magyarországon nem beszélhetünk jogállamról, sőt a kormányzati képviselők, köztük Simonel László szema láncban. Az újból benyújtott törvényjavaslat módosítása lényegében az RTL Klubra van szabva. Ennél sokkal egyszerűbb lenne, ha a kormány benyújtana egy olyan törvénymódosítást, ami arról szól, hogy a neki nem tetsző csatornákat, híradós műsorokat különadóval sújtja, és személyesen Orbán Viktor fogja elengedni ezeket az adókat, hogyha jó útra térnek ezek a tévétársaságok, ezek a hírműsorok. Álláspontunk szerint ez egészen egyszerűen megengedhetetlen. Az, hogy a kormány politikai ízlésének nem megfelelő tévétársaságokat, hírműsorokat, milliárdos adóemelésekkel sújtja, ez egészen egyszerűen egy jogállamban elfogadhatatlan. Ez a jogállam megszűnt múlt héten, a mostani törvényjavaslat arról szól, hogy változatlanul ebben a szomorú állapotban maradtunk.